működnek. Jó reggelt kívánok Magyarország dolgozóinak, lakóinak, a munkáspárt szimpatizánsainak és követőinek. Május 1-e van a dolgozók ünnepe. Ez alkalomból a munkáspárt minden évben felvonulást és majálist tart a Városligeti Kóskahálló sétányon, de sajnos a pandémiás körülmények ezt most nem teszik lehetővé, ezért Dr. Türme Gyulával, a munkáspárt elnökével itt egy köszöntő beszédet készítünk és adunk közre. Fel is kérem Dr. Türme Gyulát, a munkáspárt elnökét, hogy tartsa meg köszöntő megemlékező beszédét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt és boldog május 1-ét Magyarország minden dolgozójának, munkásembereknek, barátaink. Ma május 1-e van, ünnep. A munkások, a dolgozók ünnepe. A nép ünnepe, a mi ünnepünk. Tudjuk, hogy sokan nem ünnepelnek ma. Nem ünnepelnek a tőkések. Nem ünnepelnek azok, akik számára a munkás, a dolgozó csak munkaerő. Nem ünnepelnek azok, akik számára a nép csak fogyasztó. Nem ünnepelnek azok, akik számára a munkás ember, a dolgozó ember csak legfeljebb munkaerő, fogyasztó. 30 éve próbálják tőlünk elvenni május 1-ét. Betiltani nem merték, egyetlen kormány se. Jobban tartottak attól, hogy erre reagálni fogunk, és nem engedjük az ünnepet elvenni. Megpróbálták az agyunkat átprogramozni. Ne emlékezz a jóra, ne emlékezz a szépre, régen minden rossz volt. A mai világ a te világod, éld ezt a világot, örülj a mai világnak. Ezt próbálják nekünk sugallni minden nap, reggeltől estig. A lelkünket akarták megtörni. Felejtsd el a sztrájkot, felejtsd el a szolidaritást, felejtsd el a küzdelmet. Menjél a Városligetbe bulizni, igyál sört, egyél virslit, ez a te világod. Most a ligetet veszik el tőlünk. Nem engednek ki az utcákra, nem engednek ki a terekre. Az országban már több mint 4 millió embert beoltottak a koronavírus ellen. Ennek ellenére a mai napon se szakszervezet, se párt az utcákra nem mehet. Felejtsd el örökre május 1-ét, ezt sugallja nekünk a hatalom. Nincs jogod felvonulni, nincs jogod ünnepelni, nincs jogod sztrájkolni, nincs jogod jót mondani a szocializmusról. Te senki vagy. Te senki vagy, barátaim, ezt sugallják nekünk, és ezt mondják minden nap. De vajon mi valóban senkik vagyunk? Valóban csak szolgák vagyunk az urak kezében? Valóban mindörökké kiszolgáltatottak leszünk a bankok, a gazdagok uralmának? Igen, rabok vagyunk. Senkik vagyunk. Rab vagy te is, senkik vagytok ti is, senkik vagyunk mi valamennyien. Senkik vagyunk mindaddig, amíg ezt engedjük, amíg hallgatunk, amíg nem állunk a sarkunkra, amíg nem mondjuk azt, hogy elég. 30 éve hallgatunk. 30 évvel ezelőtt elvették tőlünk az üzemeket, a gyárakat. Azt mondták, vedd meg a lakásodat, vedd meg a taxidat, legyél magántaxis, legyél magánbolt tulajdonosa, legyél magántőkés, egy kicsi tőkés, de legyél tőkés. És mi elhittük.
Nem mindenki hitt el, de milliók elhitték. Engedtük, hogy szétverjék a boltokat, a közérteket, emlékeztek rá? Örültünk a multiknak, örültünk, hogy beengedték a bevásárlóközpontokat. Ki ne örült volna, hogy télen is ehet banánt, narancsot, citromot, bármit, meg nyáron is ehetünk téli gyümölcsöket. Azt hittük, itt a Kánaán. Ma már tudjuk, hogy nem így van. A multik idehozzák a világ minden részén összevásárolt szemetet. És nekünk eladják. Mi meg elfogyasztjuk és fizetünk érte. A multi meg röhög rajtunk, nevet rajtunk, és közben gazdagodik. Az idén felemelték a minimálbéreket. 4%-kal. Belegondoltatok abba, hogy mi ez a 4%? 167 000 forint. De valójában csak 111 000 forint, hiszen a kicsiből is levonják az adót. Ki tud megélni ebből a mai világban? Mit tettünk ellene? Sztrájkoltunk? Tüntettünk? Mentünk a parlament ellen, vagy mentünk a bankok ellen? Semmit nem tettünk. Meghunyászkodtunk, hallgattunk, meghúztuk magunkat. Engedtük, hogy a kormány és a munkaadók szervezetei megegyezzenek egymással. És engedtük azt is, hogy a szakszervezetek vezetői lefeküdjenek a kormány és a munkaadók alkujának. Aztán jött a pandémia, és elkezdtünk úgy táncolni, ahogy a külföldiek, ahogy a tőkések, ahogy a hatalom fütyül. Beköltöztünk a Facebookra, és ott ülünk reggeltől estig. Home office-ozunk, mert megszoktuk. Néztük a Facebookon, a tévében a parlamenti pártok egymás elleni acsarkodását. És drukkoltunk nekik. Drukkoltunk nekik. Azt hittük, hogy értünk játszanak. Sőt, már azt hittük, hogy ez a mi csapatunk. Most meg figyeljük, hogy ki anyázza a másikat jobban. Hogy kire fogunk szavazni a jövő évben. Meddig akarunk még rabok lenni? Meddig akarunk a multik, a bankok szolgái lenni? Meddig akarunk a tőkések érdekeiben járni? Meddig akarunk senki lenni? Meddig akarunk engedni? Mikor tanuljuk meg már végre, hogy ebben a rendszerben nincs ajándék? Se pársok, se kormányok nem adnak ajándékot. Ebben a rendszerben az a miénk, amit önmagunknak kiharcolunk. És mikor veszük már észre, hogy mindenért fizetni kell? Persze, kaptunk rezsicsökkentést, de a rezsicsökkentésről is mi fizetünk. Ha bemész a boltba ruhát, televíziót, kocsit, vagy lakás, vagy bármit veszel, akkor előbb megkérdezed, hogy mibe kerül. Most kaptunk az elmúlt hónapokban nagyon sok mindent, munkahelyi kiegészítés, családi kedvezményeket. De vajon megkérdeztük, hogy mibe fog ez kerülni? Vajon valaki megmondta nekünk, hogy ki fogja az árát megfizetni? Ne legyenek kétségek. Te fogod megfizetni, ti fogjátok megfizetni, mi fogjuk megfizetni. Miért mi fogjuk megfizetni? Azért, barátaim, mert Hegyeshalomban nem az van kiírva a határra, hogy Magyar Népköztársaság. Ebben az országban a nép csak dolgozik és fizet. Ebben az országban az egyik számára a nép nemzetet jelent csak, a másik számára meg nyitott társadalmat. Magyarországon a nép nem dönt, csak dolgozik és fizet. Tudom, sokaknak nem tetszik ez a beszéd. Sokak annak örülnének, ha minden nap szidnánk, sőt anyáznánk a kormányt. Sokaknak nem tetszik, amikor kimondjuk, vannak milliárdosok, vannak fideszes milliárdosok. És főleg nem tetszik, ha hozzátesszük, hogy vannak liberális milliárdosok is. Nem tetszik sokaknak, hogy mi nem kormányt akarunk váltani, mi a rendszert akarjuk megváltoztatni, mi egy új világot akarunk teremteni. Mi olyan világot akarunk teremteni, ahol nem a pénz érdekei diktálnak, hanem azt tesszük, ami az embereknek jó. Igen, a jövőt, a célt mindig látnunk kell. Mert ha nem látjuk a jövőt, ha nem látjuk a célt, akkor a jelen becsaphat bennünket. Az elmúlt években mi magyar dolgozók sok mindent elértünk. Volt itt rezsicsökkentés, volt itt adókedvezmény, kölcsön, kedvezményes autóvásárlás, nagyon sok minden. Örüljünk neki, de ne higgyük, hogy ez mindig így lesz. Mert miért kaptuk? Azért kaptunk, mert harcoltuk. Azért kaptuk, mert kimentünk az utcára, mert sztrájkoltunk, mert küzdöttünk életünk árán is. Nem, egy fenét.
azért kaptuk, mert a kormányok adták. A kormányok azért adták, mert ők tudták jobb megelőzni a bajt. Jobb megelőzni, hogy a munkás, a dolgozó kimenjen az utcára. De ma már nem félnek tőlünk. Ma már úgy tűnik, hogy a tőkés nem érdekli a mi potenciális erőnk. Ma már a tőkés azt gondolja, és velük együtt a kormányok is, hogy a koronavírus után mi nem tüntetni akarunk, hanem a teraszokra menni kávézni. A koronavírus után a munkást, a dolgozót már nem az érdekli, hogy magasabb bérért küzdjön majd nyáron, hanem zöld útlevelet akar, hogy utazhasson Európába. Meddig fog ez, barátom, itt tartani? Mert most nehéz idők jönnek, most már csatázni kell, most már harcolni kell. Jó, legyen a minimálbér 200 ezer forint, legyen 250 ezer forint, sőt, legyen 300 ezer forint, és persze mindezt adómentesen. A minimálbér sokat jelent, de ez nem minden. Legyen az oktatás ingyenes, és költsenek többet az oktatásra. És tanuljuk meg a koronavírusból, hogy jobb egészségügyre van szükség. Költsünk többet az egészségügyre. Legyen a lakhatás állampolgári jog. Adják vissza a munkásoknak, a dolgozóknak a sztrájkhoz való jogukat. Az állam, a kormány védje meg a dolgozókat a külföldi tőkések uralmával szemben. Van még tennivaló. De mindezt elérhetjük. Mindezt elérhetjük akkor, ha küzdünk. Sokan akarnak, de még mindig nem elegen. Fogjunk össze, mert ha összefogunk, talán van esélyünk. A munkáspárt kész együttműködni mindenkivel, aki a dolgozók, a munkások, a nép javát akarja. De a munkáspárt nem fog együttműködni senkivel, aki kezet emel a népre, a dolgozókra, akik ellenük cselekszünk. Barátaim, a munkáspárt sohasem csapott be benneteket. Mi nem ígértünk könnyű sikereket. Mi nem ígértük, hogy egyik napról a másikra szocializmus lehet csinálni. Mi nem törekedtünk olcsó babérokra. Mi a választások előtt sohasem osztogattunk se krumplit, se plüsi mackókat. Mi megmondtuk az igazat. Akkor is megmondtuk az igazságot, ha tudtuk, hogy az igazság népszerűtlen. Hittük, és hisszük ma is, hogy változás ebben az országban csak akkor lesz, ha ti akarjátok, ha mi akarjuk, ha mi valamennyien akarjuk a változást. Persze, mi példát mutattunk, és példát mutatunk most is, és fogunk példát mutatni a jövőben is. A mi munkáspártiak úszunk az árral szembe. Nem könnyű az árral szembe úszni. Parlamenti párt tagjának lenni nagyon könnyű dolog. A munkáspártba belépni, a munkáspárt tagjának lenni viszont tisztesség dolga. Ehhez bátorság kell. De erre a bátorságra szükség van, mert nincs csata, bátorság és hősieség nélkül. Nekünk legfőbb érték az ember. A munkáspárt tagjai nem azért jönnek hozzánk, mert mi fizetünk nekik. Nincsenek jól fizetett állások. Nem tudjuk ezt ajánlani a fiataloknak. De tudunk ajánlani valami mást. Szolidaritást, egymás megbecsülését, egymás segítését, az egymás iránti figyelmet, a közös küzdelmet. Ezt ajánljuk, barátaim, május 1-én. Köszöntelek titeket, köszöntöm Magyarország dolgozóit, a munkások, a dolgozók ünnepén. Idézzük fel ma a múltat, idézzük fel a szocializmus május 1-jeit, és merítsünk ebből az emlékből, merítsünk ebből az emlékből a mai küzdelmünkhöz. Mi egy új világért küzdünk, és ebben a küzdelemben mi nem vagyunk egyedül. A mai napon az emberek, a dolgozók kimennek az utcákra, és nem csak Pekingben és Havannában, de Párizsban, Bécsben, Berlinben, Athénben, Lisszabonban és mindenütt a világon. Mi nem vagyunk egyedül, ez a küzdelem közös. Mi valamennyien egy új világot akarunk. És legyünk ma büszkék, barátaim. Legyünk ma büszkék arra, hogy munkások vagyunk, vasutasok vagyunk, dolgozók vagyunk. Ezt az országot mi építettük. Ezt az országot mi építjük ma is, nem a bankárok, nem a gazdagok, nem a szupergazdagok, nem a tőkések. És ez az ország a miénk lesz. Boldog május 1-jét nektek! Kitartást, harcot és örömet kívánok! Köszönöm!